A negyedik fordulóban ez volt az állás, ahol a PSV az Ajaxot fogadta vendégül. Ez egy nagyon régi rangadó lehet. Most láttuk, hogy izgalmas mérkőzés lesz-e vajon. A PSV indítja útjára a labdát, Gutiérrez ezt szerinte. Pasver dobja ki, Tadi csinál a labda, inkább hátra Klassenne. Klassen még mindig, szép kiugratás Hugo felé, Hugo helyzetben, Hugo gól helyzetben, és már is megszerzi a vezetést az Ajax a 7. percben. Gyönyörű gól. Ugyanúgy, ahogy az előző mérkőzésen is mondtam, volt ennél szebb gólja az Ajax színeiben Hugónak, de ez elég szép gól volt. Akkor most kíváncsiak vagyunk a folytatásra. Hát, gyönyörű teljesítmény Hugótól, már a 7. percben belövi a Ajax vezető gólját. Akkor megint a PSV indulhat a középkezdéshez. Sangre nála labda, Bermán. A mérkőzés 20. percében egy PSV helyzet történt, De Jong. De Jong ellövi, Pászver véd. Nagyot. Ez azért nagyobb gól lett volna, mint találata. De hát nem ment be, és az a lényeg. A mérkőzés 23. percében Hugo Gonzalez egy szép indítás. Hugo veszi át a labdát, Hugo. Egy üres terület előtte. Átadja Timber felé. Hugo lefordulás, gyönyörű gól, Hugo. Hát ez gyönyörű teljesítmény volt. Főleg az, hogy itt leadta, mert be tudott volna vele fordulni. De ez is elég jó gól volt. Hasonlíthatjuk az előzőhöz. Egyáltalán nem hasonlított rá. De attól még jó gól volt. Ahogy a lassításból is látjuk, szép gól volt. 0-2 az Ajax javára. Mégse olyan nagy rangadó ez. PSV indítja megint útjára a labdát. A mérkőzés 42. percében a De Jong próbál fejelni. Ez is elvesztik a labda, De Jong lő, Pászler véd. Nem mondanám, hogy bravúr. Meduke. Az első fél idő hosszabbításban járunk. De Jong felel! Ha az az előző nem volt bravúr, ez már a bravúr. Fél idő. 2-0-ra vezet az Ajax. Pontosabban 0-2-re. PS Otthonába. Akkor Hugo. De hát. Berghaus. Alvarez. Hátra inkább Basszeinek. Timber. Mérkőzés 49. percben járunk. PSV-től egy gyönyörű csel. Vermán. Vermán lódul meg. Vermán. Vermán még mindig ül. Szép szóló beközépre. Mellé Gutiérrez. Gutiérrez a lövését mellé rúgta. Ezt azért az Ajax oldaláról sokan belőtték volna, hogy van volna. Ocampos. Nagyon sok gólpaszt adott. Reméljük, hogy most is az fog. Hugo, óriási gól! Rákészült a lövésére. 3-0 az Ajax javára. Hugo mester hármasát láthatjuk ezen a mérkőzésen. Valahogy befért a röviden. Mikor kérdeztem, hogy mégse olyan nagy rangadó ez. Nagy rangadó, mert a PSV-nek is vannak helyzetei. De 0-3-ra vezet az Ajax. De hát, hogy... attól még csak az eredmény számít. Meg ugye a PSV-nél is van többet a labda. Szép. A mérkőzés 63. percében Vermán szerez labdát. De Jongnak inkább vissza, és ott is van a szépítő gól. 1-3. Ez is nagyon hasonló gól a többihez. Nem különösen szép, de szép legalább. Emlékezetes pillanat a PSV javára. De Jong
aki egyébként visszajött. Nagyon híres játékos volt. P.S. Visszáknak nem csoda, hogy ő szerezte a gólt, az edző már mutatja, hogy les volt, de nem volt les. 1-3. Klasszen. Klasszen. A mérkőzés 69. percébe járunk, és egy nagyon jó kiugratás Hugo felé. Lesz-e 1-4? Úgy látszik, nem! Véd a kapus. Nagyon elkeseredett pillanat az Ajax szurkolók számára, mert még mindig lehet a PSV-nek esélye, mivel bele rányomott egy kicsit a mérkőzésre az Ajax, de a PSV még mindig jó. Okámhoz. Hugo. Ellövi! Kapufa! Tisztáz a PSV csapat. Tadic. Gólpasszokat adott, de sok labdát is eladott. Tadic nála labda. Tadic beközépre. Nagyon szép teljesítmény a PSV védőitől, de nem mondhatom tovább, mert érkezik a szöglet a 85. percében. Basszej. Tadic. Les. Nincs 4-0. Vagyis 1-4. Itt Basszej. És valószínűleg nem direkt történt ez, de hát a nézők úgy gondolnák, hogy méteres les, lehet, hogy az Ajax nézők nem értenek egyet, az nagyon valószínű, de nem volt méteres les, inkább centiméteres les volt. Klasszen. Szép felszabadítás. Ez nem volt veszélyes, de lefújják a mérkőzést! A negyedik fordulót is megnyeri az Ajax, eddig 3 győzelem, és 1 döntetlen az Ajax számára. Nagyon jól áll a tabellám.